9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Egyházi és nemzetiségi kerekasztal beszélgetés szervezett Ferencváros önkormányzata. Az Esélyek Háza Ferencvárosba költözött. Hol volt, hol nem volt. Ismét óvodások meséltek a Kerekerdő óvodában. Magyar tájak népdalai csendültek fel a Molnár Ferenc iskolában. Szeretettel köszöntjük Önöket! A kerületben található egyházak vezetőivel, ezt követően pedig a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel szervezett kerekasztal beszélgetést Ferencváros önkormányzata. A nemzetiségi találkozóra már az új Közraktár utcai Nemzetiségek Házában került sor. Ferencváros önkormányzata elkészítette a költségvetését, és úgy vélem, hogy minden költségvetés tárgyalása előtt az érintetteket valamilyen módon tájékoztatni kell. Ugye a második fordulóhoz be szeretnénk gyűjteni minden olyan észrevételt, ami ehhez kapcsolódik, és hát többek között ugye mind az egyházak, mind a nemzetiségek érintettek a költségvetésben. Az egyházi kerekasztalon egyébként mik voltak a legfontosabb felvetések? Hát elsősorban hangsúlyoztuk, hogy tavaly évben ugye elfogadtunk két olyan koncepciót, ami az egyházak tevékenységéhez illeszkedik, ez az idősügy és az ifjúságügy. Ebben kértük és várjuk az idén is az erős egyházi jelenlétet. Ugye elmondtuk a költségvetéssel kapcsolatosan, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, milyen finanszírozási lehetőségek vannak, amik az egyházaknak tudunk nyújtani. Most már második alkalommal kerül megrendezésre ez az önkormányzat, meg a polgármester úrral a kerekasztal beszélgetés, és én nagyon fontosnak tartom, hogy mi lelkészek is értesüljünk mindarról, amit a polgármester az egyházakkal kapcsolatban az ő szándékát, terveit, meg a kerület fontosságában, ami tudomásunkra szeretné hozni, és mi is lelkészek, egyházi emberek, pedig kölcsönös információ megosztással, kölcsönös együttműködéssel tudjuk a kerület javára dolgozni, cselekedni. Sok olyan kérdést meg tudunk itt beszélni, amit mondjuk hát a belső egyházon belül felmerül, úgyhogy van egy-két olyan problémánk, felajánlásunk, megbeszélni valónk, amik erre kiváló alkalmat jelentenek. Tudna esetleg néhány konkrét példát mondani? Hát amit szeretnénk most megbeszélni, az egyik az, hogy van egy kis kapacitásunk a menzán, a főiskolai menzán, hogy kiket tudnánk segíteni ezzel a hát, kapacitással, tehát egy pár ételosztásra gondolunk, vagy időseket segíteni esetleg ebéddel. Másrészt benne vagyunk egy olyan projektben, hogy szeretnénk egy szertartástermet építeni, és ezzel kapcsolatos kérdések merülnek fel. Tehát ilyesmik, ami kiváló alkalom arra, hogy ezeket a kérdéseket megbeszéljük. Én azt gondolom, ami nagyon fontos, hogy az elmúlt alkalommal is egy olyan jó képet kaptunk a kerületen belüli tevékenységről, szociális és az önkormányzatnak is arról a tevékenységéről, ami nagyon kellett, és ehhez sokkal jobban tudunk csatlakozni mi az egyházak is, és nagyon örülök, és csak tényleg támogatom, mert ezek az információk, ezek pótolhatatlanok így a számunkra. A kerületi nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek részvételével a Közraktár utcai új Nemzetiségek Házában került sor a következő megbeszélésre, melyen szó volt a 2013. évi költségvetéshez kapcsolódó feladatokról és az új járási rendszer kialakításának tapasztalatairól, valamint ebből az alkalomból vették birtokba a nemzetiségek új irodáikat. A nemzetiségi törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat biztosítani kell a nemzetiségek működéséhez szükséges feltételeket. Itt nem csak a helység, hanem a helység fenntartása az üzemeltetéséhez kapcsolódó, illetve hát az ő munkájukhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását is tulajdonképpen az önkormányzat megkapta feladatot a törvény által. Alapvetően mi azt szerettük volna, hogy egy helyen legyen az összes nemzetiség, de hát a hagyományok azok ugye picit mást mutatnak. Voltak olyan nemzetiségek, akik jelezték, hogy egyrészt a korábbi működésük miatt, illetve az ott lakó nagyszámú adott nemzetiség számaránya miatt, például a görögök a lakótelepen elég nagy számban, a görög kisebbség elsősorban ott lakik, ezért szerették volna, hogyha a nemzetiségi tagokhoz közel leső irodahelységet használnának a jövőben is. Ezért nem sikerült az a tervünk, hogy egy nemzetiségi házat hozzunk létre, és ott együtt tudjanak ezek a szervezetek együtt tudjanak dolgozni, de a 10 nemzetiség közül a nagy része ebben a Közraktár utcai helységben volt oktatási irodahelységben került elhelyezésre.
A német, örmény, román, ruszin és szlovák nemzetiség kért és kapott irodát. Egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, mert hogy volt önálló irodánk, de annak elég magas volt a fenntartási költsége, ezért döntöttünk úgy, hogy élünk a lehetőséggel, és egy ingyenes helyre költözünk át. Mégis nekünk megfelel, azt gondolom, hogy hosszú távon pedig költségtakarékosabb. Nagyon örülünk neki. Egyrészt tényleg olyan könnyen megközelíthető helyen van, ez nekünk sokat jelent. A másik az, hogy a helyiségünk is nagyobb, mint a korábbi volt, az 15 négyzetméter, ez olyan 20-22 négyzetméter, és szépen föl van újítva. Milyen gyakran fognak itt előreláthatólag megfordulni? Hát biztos, hogy hétköznap is, mert eddig volt úgy, hogyha volt megbeszélésem a helyettessel, akkor bementünk a központba, most nem fogunk bemenni a központba, ide jövünk, és itt tárgyalunk, és ott dolgozunk együtt. Tervezik egyébként, hogy szorosabb lesz így az együttműködés a nemzetiségekkel? Természetes, mert elengedhetetlen, hogy ne találkozzunk itt egymással, ha közös helyiségekben vagyunk, tehát ezzel is mondhatom azt, hogy hát amit én már régen szorgalmaztam, hogy jobban összefogjunk, tehát ez valószínűleg automatikusan fog jönni. Azok a nemzetiségek, akik nem igényeltek helyiséget itt, ugyanúgy tanácskozásaikhoz, rendezvényeikhez térítésmentesen vehetik igénybe a nemzetiségek házát. Újabb civil szervezet talált otthonra Ferencvárosban. A Budapesti Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház Balázs Béla utcai irodaavatóján jártunk, ahol első alkalommal a nők közfoglalkoztatása volt a téma. Az Esélyek háza lassan 10 éves múltra tekint vissza. 2002-3 táján voltak az első próbálkozások, majd 2008-2009-re ez országosan kibővült, úgyhogy minden megyeszékeinkön, minden megyében elérhetőek most már ezek a szolgáltatások, természetesen Budapesten is. Katalizátorra kíván lenni az egyenlő bánásmódhatósága mellett, az esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek, önkormányzati dolgok, egyházi szervezetek rendezvényeivel, személyzetével, munkatársaival, ebben a témán érintett szakemberekkel. És miért pont Ferencváros? Hát a célcsoport természetesen, meg hát a kedves fogadtatás. Célcsoport azért, mert az esélyteremtés, az esélyegyenlőség, ez a 9. kerületben kimondottan egy hangsúlyos kérdés, a polgármester úr is így érzi, kedvező lehetőséget kaptunk arra, hogy itt helyezkedjünk el. Ezen kívül nagyon jó az irodaháznak a fekvése a földrajzi szempontból is, a hátunk mögött két iskola, rengeteg gyerekkel, rengeteg rendezvény lehetőséggel, emeletes tornateremmel. Hát a tervezett rendezvényeinket is szeretnénk főképp bonyolítani, de ez nem azt jelenti, hogy a többi kerületet háttérbe kívánjuk szorítani, hiszen minden kerületben személyes megjelenéssel is szeretnénk képviseltetni az esélyegyenlőséget. Mik ezek a tervezett programok, és mikor fognak megvalósulni? Érzékenyítés, ami a gyerekek szempontjából esélyórákban fog megjelenni, csak példákat ragadok ki, mert ez egy elég komplex történet. Támogatás az önkormányzati dolgozók irányába, az esélyegyenlőségi tervek elkészítése, illetve felülvizsgálata tekintetében, a civil szervezetekkel közös kerekasztalok szervezése különböző témákban, mint egy egyenlőségi téma, hogy más ne is említsek, vagy a nők, amely témáról éppen az előadások is most szólnak. A női műhelynek az első, mondhatnám, alakuló ülése zajlik bent. A nők közszolgálkoztatása most a fő téma, de párhuzamosan ebben a nők és a család szerepének a megvilágítása is szerepel az előadóink témájában. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség jelentős tekintetben a nőkről szól. Akár munkahelyről, de főképpen a foglalkoztatásról nézem, tehát e tekintetben mindenképpen szeretnénk ezt. Idén is lelkes mesemondók vették birtokba a Kerekerdő óvodát. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó kerekerdei mesemondó találkozónak már komoly hagyományai vannak kerületünkben. 6. éve van ez a rendezvény az óvodánkon keresztül a kerületben, és ami megmaradt hagyomány, az az egész rendezvény maga, és hogy népmesékről szól, a magyar népmesékről, hiszen Benedek Elek születésnapja alkalmából szerveződött ez a rendezvény annak idején. Amiben pedig új, hogy most 2013-ban ünnepeljük a himnusz 190. évfordulóját, és természetesen miután a Magyar Kultúra Napja környékén rendezzük a kerekerdei mesemondó délután, ezért ezen a napon most erről is meg fogunk emlékezni. Az Időjós című mesét fogom elmondani, és az anya segített, és én választottam ki a mesét.
És mi tetszett ebben a mesében meg neked? Miért ezt választottad? Mert olyan aranyos volt. És milyen szereplők vannak ebben a mesében? A Szamár, Mátyás király, a Csillagász, a felesége, és ennyi. Mit hirdet a szamarat? Kérdezte Trivesnak királya Juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a Juhász. A csudafa óvodából jöttem, és a nyulacska harangocskáját, a című mesét fogom elmondani. Mama segített benne, meg a nagyi a kiválasztásban, meg a tanulásban. Nagyon sokszor gyakoroltam, és nagyon büszkék rá mind a hárman. A mama is, a papa is, meg a nagyi is. De hogy az idős álltát, Pékónak haza kellett mennie, otthon már várták őket az édes szülei. Így volt, mese volt, talán igazság volt. Amely gyerekkel megismertetjük, fogváltásig, tehát olyan 7-10 éves korig a mese mindent legyőző erejét, a rosszat, az aljasat, a sunyit, és ez a jó mese, és a népmese a fundamentuma, és arra a mai értelmiség, nem szeretem ezt a szót, értelmes embereknek lehet 21. századi formát írni, de ha a tartalom nem stimmel, tehát nincs benne az abszolút győzelme az igazságnak, az igazságtalanság fölött, akkor az nem mese. És hogyha ezt kisgyerekkorban megérhette egyszer, hogy volt valaha életemben, hogy a jó legyőzte a rosszat, akkor most se hagyom magam. És én nekem 70 éves koromban csak részigazságaim vannak, tudom, de az ellenségeim elfogytak, éppen ezért, mert föladták. Mert látják, hogy nem hagyom magam. És azt üzenem, hogy nem ért véget a mókamára, nem zárul Miki mókatára, mert ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz a Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi, Lívia, Zoli, Klára, s valahány név a naptárba, eljövök még hozzátok, viszontlátásra, pajtások! A népmesék után most népdalok és egy kicsit idősebb korosztály következik. Szólóban énekkettőssel és kis együttessel lehetett nevezni a Molnár Ferenc Általános Iskolában megrendezett Ferencvárosi Népdalfesztiválra. Nincs szentesen olyan asszony, mint Turinék, a máma szony, így tedd rá, úgy tedd rá, tepsibe süti a lepényt, az a kínálja a legényt, így tedd rá, úgy tedd rá. A lepényen megettétek, sári lányom, elvegyétek, így tedd rá, úgy tedd rá. Piros lett a lepény alja, édes lett a sári csokja, így tedd rá, úgy tedd rá. Versmondó és mesemondó versenyekkel kapcsolatban mindig nagyon lelkesek a diákok, de mi a helyzet a népdal énekléssel? Népdalverseny, és mindig nagyon szívesen jönnek, lelkesek a gyerekek, lelkesek a kollégák, úgyhogy azt nagy örömmel mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az idejét nem tudjuk, hogy mióta kerül megrendezésre a kerületben a népdalverseny, vagy népdalfesztivál, ha úgy jobban tetszik. És melyik iskolák gyerekei lelkesek? Tulajdonképpen a kerület minden iskolája képviselteti magát, előfordul, hogy egy-egy iskolából betegség miatt, stb. Nem tudnak jönni, de lényegében az évek sorára visszatekintve azt mondhatjuk, hogy a kerület minden iskolája kiveszi a részét ebből az alkalomból. Már voltam már versenyeken, és hát nagyon szeretek énekelni. Kimondott a népdalokat, vagy mást is? Hát népdalokat nagyon szeretek énekelni, főleg azt. És hát a többi dalokat is nagyon szeretem. Nagyon sok olyan gyerek van, aki ezeket a népdalokat nem tanórán tanulja, hanem tanórán kívüli foglalkozás keretében, akár egyedül, akár az énektanárával közösen felkészülve sajátítja el ezeket a dalokat, ezzel is ugye az ő saját örökségét gazdagítva. Nagyon szeretem az ilyen népies kifejezéseket benne, meg nagyon jó a ritmusa ezeknek a daloknak. Akkor én is választanék egy szép kék szemücskét, járnám vele ékesen, s más nézik-e sebesen, kedves angyalom. A királyné a cserdákban nem fél a bőrébe, a királyné azt gondolja, 100 aranyat érne, de én azt megcselekszem, hogy kendet ott felejtem, kocog pengő sarkantyú, férje tőlem minden bum, kedves angyalom.
Ahogy így végignézem a népdaloknak a listáját, Magyarország szinte mindegyik tájegységéről van egy-egy dal, ez tudatos, vagy teljesen véletlenül alakult így? Nem, ez teljesen a véletlen műve, de hát ez azt jelenti, hogy minden területen olyan gyönyörű népdalok találhatók, hogy nem egy-egy tájegység az, ami kedvenc, hanem mindig akad valami új kincs. Anna regényt választok szeretőnek! Milyen formában van jelen az oktatásban, tehát hány éves korukig tanulnak ilyen dalokat a gyerekek? Tulajdonképpen egészen a bölcsődés óvodás kortól kezdődik a népdalok tanítása, egészen a felnőtt korig, illetve tulajdonképpen egy kimeríthetetlen kincs a magyar népdalok tárháza. Az iskolai oktatásban a kezdetektől a legvégsőkig jelen van, tulajdonképpen az énekzene oktatásnak a gerincét adja. Milyen sajátosságai vannak egyébként a népdaléneklésnek? A legfontosabb az lenne, hogy a gyerek a természetes hangját használja, tehát lényegében igazából még csak oktatás sem igényelne, tulajdonképpen magukat a dalokat kell elsajátítani. És a népdaloknak a szövegét, szimbolikáját mennyire szokták érteni? Hát egyrészt, mivel ezek alapvetőleg alapvetőleg emberileg érthető képek, hogy tulajdonképpen sokat nem kell magyarázni, van ugyan mélyebb szimbolikája is, de ez már inkább a nagyobbaknak, középiskolásoknak, felső tagozatosoknak érdemesebb ezzel foglalkozni. Elment az én babám föl a pécsi nagyhegyőbe, nálam maradt a fehér zsebkendője, bár csak a neve rá, ne rá, nem volna írva, hogy a kedves kis angyalom eszembe ne jutna soha. Bár csak a neve rá, ne rá, nem volna írva, hogy a kedves kis angyalom eszembe ne jutna soha. A 9.tv és Ferencváros híreit láthatták, friss hírekkel jövő héten hétfőn jelentkezünk, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.